nap az pont most kell, de jó pára van a réten. Tisztára, mint amikor ősz elején szokott itt pára lenni. Én nem tudom, meg van bolondulva az időjárás. De hát, ez van, azon nem tudunk változtatni. Annyi eső volt mostanában, hogy hihetetlen. Szegény gyurgyalapokat sajnálom is, mert esőben nem nagyon tudnak táplálkozni. Most már itt vannak egy ideje. Szerintem most már lassan egy hónapja itt vannak, egy 3 hete biztos. Ugye esik az eső, ugye rovarok nem mozognak, nem nagyon van táplálék. Most gőzerővel dolgoznak a költőüregeknek a kialakításán. Majd megmutatom, ahhoz oda kell érnem. 5 óra, pár perc van, kicsit elkéstem, de talán még nem vészes. Ja, na megyek, és akkor, ha minden jól megy, akkor a Lessátorból jelentkezem. Már megjöttek sajnos. Ajaj. Egy negyed óra késésben vagyunk. És ott a fal. Majd sátorral fogok jönni, és akkor nem látnak meg. Az autó az különösebben nem zavarja őket. Még nem láttam, de ez az év, ez megbolondított mindent gyakorlatilag. Egyszerűen nem úgy zajlik az időjárás sem, ahogy kellene. Ajándékozást például egyszer láttam tegnap összesen. Süt a napként, itt a sátorban van, vagy 30 fok biztos. Úgyhogy sokáig nem lehet bírni ezt sem, de olyan 9-ig érdemes kitartani. Utána már fények úgyis nagyon erősek. Jó meleg van most már tényleg, szauna van. Fantasztikus akciók vannak. A kamera előtt egy csomó röpképet csináltam, majd lehet, hogy látszik is, hogy izzadok. Fotózok tovább, aztán majd meglátjuk. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
állításokat elmondom. Aki Olympus-i éppel fotó, hogy hogy érdemes repülőmadarakat fotózni. Már most lehet, hogy van egy kis idő. Tehát, ami nagyon fontos. COF. A sorozat az legyen lón. És csendes mód. És a fókuszpontoknál az összes pont ki legyen választva. És a én adaptívnak hívom, de több helyen láttam cluster fókuszpontnak is, ahol be van kapcsolva, vagy gyakorlatilag, hogyha be van kapcsolva a menüben, vagy megkeressük együtt, akkor a madáron rajta vannak a zöld kis négyzetek, és ahogy megy a madár, az megy vele. Ez nagyon fontos, hogy lássad, hogy a fókusz jó helyen van-e, plusz be kell kapcsolni azt a prioritást, hogyha nem talál élességet a gép, akkor ne engedjen exponálni, mert ugye rengeteg rossz képet lehet csinálni. De majd a menüben megmutatom a végén ezt. Úgy verik egymást, hogy ez hihetetlen. És jön egy traktor, most biztos föl fog szállni az összes gyúrgyi. Remélem a kocsit nem bántja, mert itt parkolok az útszélén. Annyira nem zavarja őket. Mindig szerettem volna csinálni olyan képet, hogy a kék ég előtt van a gyurgyalag, és nem fekete, tehát nem... Tehát szépen látszanak a részletek, most lett egy jó csomó olyan. Majd a videó végére szerintem teszek be egy-két kész fotót, vagy lehet, hogy közben. Nyugodtan így beszélhetek gyakorlatilag, nem zavarja őket, nem is nagyon hallják a hangomat. Amíg nem látnak, addig nem zavarja őket. Itt ül előttem egy 4 méterre az ágon, körülbelül 2 is. Különösebben nem zavarja őket. De én most nem az ág miatt jöttem, hanem a röpképek miatt. Miért is ne a fejem fölött vesznek össze?
most már a sátorban a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz szerintem. Iszonyat meleg van. Süti a nap, ez egy keleti tájolású fal, ahol süti a felkelő nap most reggel. Megnézem a kamerát. Most 7:30 van, és elképesztő meleget folyik rólam a víz gyakorlatilag. De nem baj, jó fotóért kell tenni minden. Úgy láttam, egy-két ajándékozás is volt már. Ilyen apróbb rovarokat hoznak igazából itt. Egy lepkét fotóztam tegnap egy gyurgyalat csőrében, de inkább ilyen apróbb rovarok, méhek, ilyeneket látok itt. Itt van egy luk pont előttem, 2 méterre, ezen vesznek össze mindig. Annyira közel vannak, hogy nem tudok rá élesíteni. És ahogy kiszállnak a lukból, ide fölmennek a sátor fölé gyakorlatilag, és ott nem. Ott esélytelen fotózás. Remélem a hang az hallatszik, azért túl hangosan nem akarok beszélni. Aztán, ölik egymást. Le kell vennem az egy négyszerűt. Ég felé fotózva 1/12800 van. Mert az izót lejjebb lesz. Sikerült-e valami? Nem tudom látni. Látszik? Bocsa, kicsit mozog a kamera, fújja a széles sátrat, és arra van felakasztva. Jó, fasza, nagyon jó. Na, még pár ilyet. Rákészülök, hogy itt lesz. Jaj, most fújdog el a szél.
Elnézést a mozgásért. Most föltámadt a szél. Nem az, hogy kéne stabilizálnom. Hogy nem mozogjon nagyon. Beleverte a fűbe a másikat. Majd te is a hég felé kell futózni. Elképesztő agresszívek ezek madarak. Most kim vannak a képből, de majd lesz még jobb. Pár előttem az ágon, és ővéki ez a luk itt a falon mellettem, és egyszerűen ide jön egy másik, azonnal neki esnek. Magasra emelni a gépet. Valami volt a csőrébe, valamit hozott. Jó, de most föl kell állnom egy kicsit.
Azt hiszem a reggeli lelkesedésük most már alább, vagy inkább az üregeknek az ásásával vannak elfoglalva, ami iszonyat nagy munka, hiszen ez a löszfal, ez ha megszárad, ez olyan kemény, hogy őrült nagy meló ezt kiásni. Még lehet, hogy belül valamennyivel puhább is, de ez a külső fél méter, az nagyon-nagyon kőkeményre meg tud száradni. Mondjuk most sok eső volt, tehát lehet, hogy kicsit könnyebb dolgok van, de most igen, most inkább ezzel foglalkoznak. Egy-két vita még van, de már kicsit alább hagyott a reggeli lelkesedésük. Ja, sátorban itt továbbra is jó idő van, úgyhogy mindjárt megnézzük akkor a beállításokat, amivel én madarat fotózok. És akkor azt hiszem, hogy ez a délelőtti fotózásom ez véget is ér, és otthon majd megnézzük a képeket, esetleg egy kis képfeldolgozást is csinálhatunk. Közben akkor mutatom a beállításokat. Akkor nézzük a beállításokat. Ahogy már mondtam, fókusz, CAF. Fókuszpontnál, az összes fókuszpont. Ugye most többfélét választhatunk, de az összes legyen kiválasztva. Sorozatnál alacsony sebességű sorozat és csendes mód legyen. Akár meg lehet próbálni a stabilizátort is kikapcsolni. Az is be kavarhat esetleg. Ami lényeges a menüben, C1 menüpontban, ahogy olvasható is, ezt ki kell kapcsolni. Mert ha ez be van kapcsolva, akkor le lehet nyomni az exponáló gombot, és gyakorlatilag nem talált élességet a gép, akkor is exponálni fog, ami nekünk ugye nem jó. Ez egy fontos beállítás, és akkor hát itt a alacsony sebességű sorozat beállításnál nálam, amire van állítva, az ugye 10 kép per másodperc, és a csendes módban 15 kép, de azt én most át fogom 18-ra állítani. És gyakorlatilag ezek a legfontosabb beállítások. Próbáljátok ki, ha tetszett, írjátok meg kommentben a tapasztalataitokat. Ja, és még egy valami, ezt elfelejtettem. Még a legfontosabb. Ez a beállítás. És talán ennyi. Szóval próbáljátok ki, írjátok le, hogy nektek mi vált be a legjobban, és hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok föl, és kapcsoljátok be az értesítés gombot. Ikont is. Köszönöm, találkozunk legközelebb. Sziasztok!